nagyon jól indult a Ferencvárosnak az idény, ugyanis egy szuperkupa győzelem van már a zsebben. Gondolom majd az idény végén is hasonlóan szeretnétek ünnepelni. Ez így van. Hát örülünk neki, hogy az első tért mérkőzés sikerült megnyerni. Tudatosan készültünk, 3 hete vagyunk csak jégem. Ezt azért el kell mondani. Ugye nem volt egyszerű, hogy összecsiszolódjon a csapat, de szerintem már azt lehet mondani, hogy kompakt hokit tudtunk mutatni, úgyhogy megérdemelten győztünk. Szerintem büszkék lehetünk erre a mai teljesítményre. Ugye te most érkeztél vissza a Ferencvároshoz, 2 újpesti idény után. Hogy sikerült a beilleszkedés? Úgy tűnik jól, hiszen te lettél a meccsembere. Jól sikerült, ugye nem először jöttem vissza, úgyhogy sok ismerős volt már itt az öltözőben, nem volt új ez a közeg, a légkör, úgyhogy hamar sikerült visszailleszkedni, próbálom a bizalmat meghálálni, remélem, hogy sikerül. Beszéljünk a mérkőzésről. Hát, amikor sikerült már feltörni a BLHC-t, akkor utána azért a ti kezetekben volt a mérkőzés, de hát nem volt ez olyan egyszerű, mint ahogy az eredmény mutatja. Te hogy élted meg belül a mérkőzést? Nem volt egyszerű, minden cserében nagyon kellett koncentrálni. Szerintem az ellenfelünk is nagyon jól játszott, nehéz volt feltörni a védelmüket. Tényleg a maxot kellett kihozni magunkból ahhoz, hogy győzni tudjunk, és szerintem komoly csapatmunkát kellett beletenni a győzelembe. Nyilván egy ilyen meccs arra is jó, hogy megnézzetek, hogy bő egy héttel az Erste Liga kezdete előtt hogy áll a csapat. Mi az, ami nagyon jól ment már most? Hát szerintem a csapatszellem az, ami nagyon segített, amikor kis volt pont volt, akkor egyből átlendített minket. Tényleg jó a hangulat a padon, az öltözőben, jégen is mindenki oda teszi magát, úgyhogy egymást erősítjük és segítjük egymást. Szerintem ez volt a legfontosabb, ez volt a kulcsa győzelmünknek ma. Ugye te is említetted, hogy többször visszajöttél már a Ferencvároshoz. Milyen volt ismét ezzel a táborral ünnepelni? Hát nagyon jó érzés volt, tényleg a Ferencvárosi szurkolókat nem kell bemutatni senkinek, nagyszerű hangulatot teremtettek, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy tudtak minket ünnepelni ma meccs végén. Teltház volt, és gondolom abban reménykedtek, hogy majd a bajnokikon is nagyon sokan megtölték a tüskecsarnokot. Hát így van, reméljük. Azt is, hogy meghoztuk most a kedvet mindenkinek. Nekünk ugye az egy nagy segítség, hogyha minél többen búzítanak minket, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy sokan jönnek majd.